Szabolcs-Szatmár Bereg megye, mint határmenti megye is kiáll a kárpátaljaiakért. A szeptemberi közgyűlésen a testület egy határozatot fogadott el, amiben megdöbbenésének és aggodalmának ad hangot Ukrajna új oktatási törvényével kapcsolatban, amely ellehetetleníti a nemzetiségek, így a jelentős magyar ajkú lakosság anyanyelvi oktatását. A témáról bővebben Kis András, a megyei közgyűlés Fidesz frakciójának képviselője beszélt televíziónknak. Az ukrán parlament elfogadta az ukrán oktatási törvény módosítását. Az ukrán oktatási törvény módosítása arról rendelkezik, hogy innentől kezdve, a törvény életbelépésétől kezdve csak ukrán nyelven folyhatna a felső tagozatban, valamint a közép- és a felsőfokú oktatásban az oktatás. Ez nagy mértékben aláássa a nemzetiségi iskolák létét, hiszen a nemzetiségi oktatás mondhatni, hogy visszasorvasztásra kerülne, és csak a anyanyelvet tanulhatnák az anyanyelven a gyermekek, minden más tantárgy az ukránul kerülne felső tagozattal az oktatásba. Ez azt jelenti, hogy ezben az esetben a magyar nyelvű oktatási rendszer Kárpátalján, ami a óvodától felsőoktatási képített, és nagyon sokan dolgoztak ezen, hogy ez képítetté váljon. Nagyon örömteli, hogy immár 2 évtizede van Ukrajnában, Kárpátalján a II. Rákóczi Ferenc főiskola nevében, ennek létével magyar felsőoktatási intézmény is. Ez az egész intézményrendszer egy tolvonással zárójelbe kerülne. Ez számunkra elfogadhatatlan, minden európai és nemzetközi kisebbségjogi szabályozással, és alapvetően az európai értékrenddel ellenkezik egy ilyen jellegű durva oktatási jogcsorbítás, és ezt nem lehetett szó nélkül hagyni egy olyan helyzetben, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megye, három határmenti megye, és Kárpátaljával egy elég jelentős kapcsolatunk és egy elég jelentős határszakaszunk van, és számunkra nagyon fontos ez a kapcsolat. Nem véletlen, hogy Magyarország mind Ukrajna-európai integrációs törekvéseit, mind a Európai Unió és Ukrajna közötti vízummentesség ügyét elsőként támogatta. Minden olyan kezdeményezést támogatott Magyarország, amely Ukrajna számára fontos. Mi Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés és minden olyan kezdeményezést támogatott az elmúlt években, az itt lévő önkormányzatok minden olyan kezdeményezést támogattak, amely Kárpátalja számára fontos, függetlenül attól, hogy ez most a kárpátaljai ukrán közösségnek, vagy épp a magyar közösségnek fontos. Nyíregyházán működik ukrán nyelvi tanszék. Ezen fejlemények, ezen kapcsolatok jegyében és Magyarország az itt lévő megyék, önkormányzatok által mutatott nagyvonalúság jegyében, fényében egyértelműen hátbatámadásként értékelhető az, ami az ukrán parlamentben történt. Itt szeretném azt is jelezni, hogy mi azzal a kéréssel fordultunk Kárpátalja megye tanácsához, a kárpátaljai pártokhoz, hogy egyöntetűen ítéljék el ezt a nyelvtörvényt, és közösen lépjenek fel azért, hogy ennek a törvénynek a korrekciója megtörténjen. Így ez a törvény, ha hatályban lép, mindegyik ukrajnai, kárpátaljai kisebbség, nem csak a magyarok, az ott élő román, lengyel közösség számára is ez ellehetetleníti az oktatási törvényt. Ez egy olyan dolog, amely a közép-európai együttműködés ügyével szembeni, és számunkra a legfontosabb az, hogy a régióban együttműködés legyen, mi emellett vagyunk elkötelezettek, és Kárpátalja megyével a kapcsolatunk ilyen jellegű. Itt szeretném azt üdvözölni, hogy több kárpátaljai politikus pozitív nyilatkozatot tett, és olyan nyilatkozatot tett, ami abba az irányba hat, hogy együttműködés legyen, és hogy ennek a törvénynek a korrekciója megtörténjen, tehát Kárpátalja megye lépései elé nagy bizalommal tekintünk. Itt szeretnék még arról is beszélni, hogy természetesen ez egy együtt gondolkodás jegyében zajlott ez a határozat előkészítése. Itt arra is, itt két dologra gondolok az együtt gondolkodás jegyében. Egyrészt a megyei közgyűlés elsöprő többséggel fogadta el egy nagyon konstruktív vita keretében, amelyben mindenki támogatta ezt a nyilatkozatot. Másrészt a magyar parlament is elfogadott egy hasonló tárgyú határozatot,
mindkét döntés, mind a megyei közgyűlés, mind a Magyarországgyűlés döntése abba az irányba halad, hogy erre az ügyre föl kell hívni a figyelmet, nem lehet elmenni szó nélkül. A régióban szoros az együttműködés, közös fejlesztési irányokat is megfogalmaztak a határmenti megyék. Számos uniós programban érintett a térség. A határokat, mint erőforrást használjuk, és a határ mentén olyan fejlesztéseket valósítsunk meg, amelyek alapvetően építenek ezeknek az országoknak, ezeknek a térségeknek a gazdasági együttműködése és az itt élő közösségek közötti interakciót, a közösségek közötti párbeszédet támogatják. Szabolcs-Szatmár Velegmegye ezekben a programokban eddig is kiemelkedően vett részt. Itt szeretném megemlíteni azt, hogy 3 út is épült különböző települések között, Szabolcs-Szatmár Velegmegye és Románia között, amely utak, amennyiben a schengeni csatlakozás megtörténik, sokkal gyorsabban és könnyedében fogják a polgárok érdekeit szolgálni. A határmenti együttműködések a vallási és egyházi kapcsolatok erősítését is szolgálják. A megyei önkormányzat, a megyei fejlesztési ügynökség is nagyon kezdeményező volt ebben a témában. Számos olyan projekt indult az elmúlt időszakban, amely az egyházi együttműködésre, a vallási örökség, a vallási turizmus ügyére épített. Itt gondolok mind a középkori templomút projektre, ami már mind magyar-román, mind 4 határmenti dimenzióban előrelépést ért el, és Kárpátalja, valamint Románia és Szatmár megye bekapcsolása is ebbe a projektbe megtörtént, Szabolcs-Szatmár Velegmegye mellett. Sőt, ahogy én tudom, Szlovákia felé is már megtörtént ebben a projektben egy nyitás. Én azt gondolom, hogy ez egy üdvözlendő dolog, hiszen Szabolcs-Szatmár Velegmegyében található a legtöbb középkori templom, és számunkra nagyon fontos ezeknek az örökségeknek a bemutatása, és ez a régió kulturális épített örökség szempontjából egy régió. Hasonló építészeti eljárások, hasonló időszakban megvalósult, hasonló eljárások figyelhetők meg ezekben a régióban, és ezeknek a közös fejlesztése, ez minden országot előre visz.